Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében a város vezetése úgy döntött, bezárja az intézményeit, és augusztus 31-ig minden rendezvény szervezéséről lemond. Emellett ellát minden rászorulót élelemmel, amennyiben erre igény jelentkezik. A kormányzat vírus terjedést megállító intézkedéseire reagálva Bátaszékváros vezetése több a következő időszak életét gyökeresen meghatározó intézkedés bevezetését határozta el. Meghoztuk azokat a döntéseket, ami elsősorban a prevenciót, a megelőzést, illetve a tovább, adott esetben a vírus továbbterjedésének meggátolását célozza. Ez több mindent érint. Így a döntés alapján és a kormányrendet felhatalmazása alapján március 17-től, azaz a holnapi naptól, keddi naptól rendkívüli szünetet rendeltünk el a Bátaszéki Városi Óvodában, és ezt tették gyakorlatilag a környékbeli települések polgármesterei is. Tehát Alsónánán, Alsónyéken, Pörbölyön is egységesen rendkívüli óvodai szünet került elrendelésre, ami azt jelenti, hogy kérjük a szülőket, hogy aki meg tudja oldani, az családi körben próbálja a gyermekek elhelyezését megtenni. Aki meg semmilyen módon nem tudja ezt megoldani, számukra ügyeletet tudunk biztosítani az óvodai épületén belül, kis csoportos foglalkozások keretében. Gondoskodtunk természetesen az étkezéssel kapcsolatos kérdéseknek a megoldására is, tehát mindazon családok számára, akik igénylik az étkezés ellátását, és ez igaz az óvodai ellátásra, általános iskolai ellátásra és a gimnáziumi ellátásra is, azok a mai nap folyamán tudnak jelzéssel élni az intézményük irányában, hogy kérik-e az étkezésnek a biztosítását. Ebben az esetben kérjük őket, hogy mivel helyben elfogyasztásra nem lesz lehetőség, hogy mindenki 2 garnitúra éthordot biztosítson ennek a szolgáltatásnak az igénybevételi érdekében. Az oktatási és nevelési intézmények mellett további intézmények bezárására is sor kerül. Az idősek nappali ellátásában a szolgáltatást szintén 17-től szünetelteti. Tehát azok az idősek, akik eddig bejártak az idősek napközi otthonába, és ott vették igénybe a szolgáltatást, ettől a naptól nem tudják ezt megtenni, de természetesen gondoskodni fogunk róluk, tehát rájuk házi segítségnyújtás keretében fogunk gondoskodni, és az ellátásukat biztosítani, ami beletartozik, hogy részükre kiszállítjuk az ebédet. Sőt, azok számára, akik eddig az épületben vették igénybe az ebédszolgáltatást, ki fogjuk szállítani, és otthon tudják elfogyasztani az ebédjüket. A közművelődési és sportterek tekintetében is korlátozásokat vezetett be a városvezetés. A Petőfi Sándor Művelődési Ház, természetesen a Tájház, a Kalász János Városi Sportcsarnok, illetve a Városi Tanúszoda nem működik, zárvatartás van, tehát üzemszünetet rendeltünk el. Kérjük mindenkinek a megértését, tehát akik ezekben az épületekben bármilyen foglalkozást, edzést, kultúrprogramot szervezték, azokat töröljék, hiszen az épületben erre nem lesz lehetőségük. Ezeket a döntéseket visszavonásig hoztuk meg, tehát természetes módon bármilyen pozitív elmozdulás történne ebben a dologban, akkor értesíteni fogjuk az érintetteket ebben a kérdésben. Közigazgatást is érinti a védekezés, hiszen szintén a keddi naptól elrendeltük az ügyfélmentes ügyintézést, tehát kérjük a tisztelt ügyfeleinket, hogy ne látogassák a városházát. A portán elhelyezésre kerülnek majd azok a nyomtatványok, ami az ügyintézéshez szükséges, azt ott fel tudják venni, és kitöltve vissza tudják hozni, és a postaládájába, a hivatalnak a postaládájába ezt el fogják tudni helyezni. Természetesen telefonon, e-mailen kapcsolattartást tudjuk biztosítani, és ott minél gyorsabban igyekszünk majd segítséget nyújtani. Emellett augusztus 31-ig minden előre megtervezett rendezvény lebonyolításáról is lemond a város. Így nem lesz városnapja, a költészetnapja, a majális és a rétes fesztivál sem. És elmarad az Euromóka fesztivál is. Bár a költségvetés első fordulója jelentős koncepcionális eltérést mutatott a bátaszéki képviselőtestület két oldala között, ez a második fordulóra megváltozott, így egyhangú szavazással fogadták el a képviselők az 1,7 milliárd forint főösszegű büdzsét. Bozsalik Róbert polgármester azt mondta, az intézmények állag megóvására az idei esztendőben különös gondot fordít majd a város. Nem egyeztek az elképzelések a két oldal között az első fordulóban arról, mit is kéne tartalmazni a 2020 évi költségvetésnek. A második fordulóra közeledtek az álláspontok, ennek megfelelően ellenszavazat nélkül fogadták el az idei pénzügyi tervet.
Annyiban változott az elfogadotthoz képest, hogy részletes tájékoztatást kaptunk némi állami támogatás kiegészítésről, ami elsősorban a közös önkormányzati hivatalt érintette, illetve az első fordulós tárgyalás óta meghozott önkormányzati döntéseket tettük úgymond helyére a költségvetésen belül. Ez összességében mintegy 10 millió forinttal emelte a költségvetésnek az első fordulóhoz képest a főösszegét, és így mintegy 1,7 milliárdos költségvetést fogadott el egyhangulag a képviselőtestület az elmúlt ülésén. Ez a költségvetés az elmúlt évek elveinek megfelelően a kiszámíthatóságra, az átláthatóságra épül, illetve arra, hogy a kötelező feladatokat maradéktalanul magas színvonalon tudja elvégezni majd a város 2020-as esztendőben. Markáns eleme a költségvetésnek bevételi oldalon az állami támogatás, hiszen ez mintegy 490 millió forintot fog jelenteni, de nagyon fontos, hogy a helyi adók tekintetében beszedjük az előirányzott bevételeket, ami gyakorlatilag mintegy 330-340 millió forintot fognak jelenteni, úgyhogy nem emeltünk 2020-ra vonatkozóan sem az adóknak a mértékén, egy kicsit jobb helyzetben vannak elsősorban az iparűzési adó bevétele szempontjából a vállalkozások. A TET-től kapunk mintegy 80 millió forintot, és ez nagyon fontos eleme a költségvetésnek, és hát áthozunk mindegy 510 millió forintot 2019-re, amelynek a nagyobb része természetesen pályázatokhoz kötődik, amelyek 2020-ban fognak megvalósulni. Mindenki áttekintette a költségvetést, és megnézte, hogy mik a realitások. Egyrészt mik a realitások bevételi oldalon, illetve mik a realitások kiadási oldalon. Azzal egyetértettünk, hogy a dolgozóinkat meg kell tartani, és amennyiben lehet, bérfejlesztést kell végrehajtani. Ez 2020-ban is meg fog történni. Egyrészt kötelező jelleggel, másrészt az önkormányzat részéről mintegy 4%-os bértömeg növekedéssel. Ebben nem volt vita. Abban is egyetértettünk, hogy a kötelező feladatokhoz a dologi kiadásokat hozzá kell rendelni, hiszen működnie kell legalább olyan színvonalon az intézményrendszernek, mint ahogy 2019-ben. A szociális területen volt konzultáció, szabad így fogalmazni, és elfogadva azt az érvet, amit a Szociális Bizottság elnöke felhozott, még céltartalékot különítettünk el, így 3 millió forinttal a költségvetésben szerepel, de egyébként 26,6 millió forint van előirányozva a szociális segélyezésre. Idősellátásra, egészségügyre is megvannak a megfelelő források. Városfejlesztés, városüzemeltetés tekintetében meg hát folytatni kell a kijelölt utat, és abban viszont egyetértettünk, hogy ebben az esztendőben a prioritás az intézményeink műszaki állapotának a megőrzése és javítása. Erre fogunk jelentős összegeket költeni, erre fókuszálunk. Lehet, hogy nem fogunk egyetérteni az elkövetkezendő időszakban bizonyos kérdésekben, mondta Bozsadik Róbert. De a város egészét érintő ügyekben nincs véleménykülönbség közöttünk. Így a városfejlesztés területét érintően sem. A képviselőtestület el is fogadta a 2020-24 évre vonatkozó cselekvési programját is. Ebben a cselekvési programban is több elem szól városüzemeltetésről, városfejlesztésről, illetve már ez a cselekvési program is megjeleníti, hogy mik lennének azok a prioritások, amelyekben közös együttműködés kell. Ezeket is próbáljuk majd előkészíteni már itt a 2020-as esztendőben, hiszen tanulmányterveket próbálunk készíteni közösségi művelődési tér megvalósítására, idősek napközi otthonának megvalósítására, de koncepcióban gondolkodunk a város parkolási helyzetének javításán is. Tehát próbálunk előre gondolkodni úgy, hogy a mai döntés adott esetben mondjuk 24-ben milyen hatása lehet majd a településre. Rendhagyó módon zajlott a megemlékezés Bátaszéken a forradalom és szabadságharc napján. A koronavírus miatt a nemzeti ünnep is más volt. Elmaradnak a nagyobb rendezvények, de az 1848-49-es hősökről így is megemlékeztek a Romkertben található emlékműnél. A pécsi filharmonikusok produkciójával kezdődött Bátaszéken a március 15-én ünnepség. Mint ismert, a kormány rendkívüli jogrendet és vészhelyzetet hirdetett az ország teljes területére. Így minden település maga döntött arról, hogy hogyan emlékezik meg az 1848-49-es szabadságharc és forradalom hőseiről. Bátaszéken a beltéri rendezvények elmaradtak, de a kültéri megemlékezés nem.
a magyar nemzet szabadságáért harcoló forradalom hőseinek kitartásáról, a magyar kultúra megőrzéséért is folytatott viadalukról Zsikó Zoltán, a Közművelődési Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke beszélt a Romkertben található emlékműnél. Ki meri idézni az igazi arcát? Teszi fel a kérdést Babits Mihály Petőfi koszorúi című versében. És mi, akik ma összegyűltünk, hogy a magyar történelme kiemelkedően jeles napjáról, 1848. március 15-éről megemlékezzünk, ugyancsak fel kell, hogy tegyük magunknak ezt a kérdést. Meglátjuk-e, jól idézzük-e a forradalom igazi arcát? Azért a forradalomét, ahol egy kicsi, Európában szokatlan hangzású nyelvet beszélő nép, ha akkor rövid időre is, kivívta függetlenségét. Azért a forradalomét, melyben ezrek áldozták életüket a magyar szabadságért. Azért a forradalomét, amely bár elbukott, példájával hitet és erőt adhatott nemzetünknek az elkövetkező majd másfél évszázadban a vérzivatarok, sorscsapások elviseléséhez. Azért a forradalomét, amely után 172 évvel ma olyan földön állhatunk, ahol megvalósult az, amiért vértanúságot szenvedtek hősi eleink, a szabad, független Magyarország. Egy ünnepi alkalmon, ahol a néhai hősök emléke előtt rójuk le kegyeletünket, a néma főhajtás közben bizonyosan megfogalmazódik bennünk a kérdés. Honnan, miből meríthették bátorságukat, mindenre elszántságukat a hadba indulók, akik számára csak ez a három szó létezett. Most vagy soha. Nos, tudjuk, hogy mi adott erőt nekik. Évezredes európai létünk és beágyazódásunk, közös, féltett kincsünk, a magyar kultúra, óvaőrzött hagyományaink elvesztésének rémképe volt a legfőbb muníció a heroikus áldozatvállalásban. Mert jól tudhatták, az egy nemzethez tartozás, a közös nyelv, a közös tudás, a közös örökség lehet csak az egyetlen biztosíték a fennmaradásunknak, megőrző életképességünknek. Az idei március 15-i ünnepség az 1848-49-es szabadságharc és forradalom hőseiről való megemlékezés más volt, mint az eddigiek. Bozsolik Róbert polgármester a több mint 170 évvel történt események kapcsán a bizalmat emelte ki, ennek visszaszerzése feladat. Másmilyen, hiszen az elmúlt hetek eseményei azért rányomják a bélyegét erre a nemzeti ünnepre is. Bár Bátaszéken az volt a döntés, hogy legalább egy ilyen mini verzióban azért rójuk le tiszteletünket márciusi ifjak és 1848 hősei előtt. Nagyon sokan sokszor már megállapították március üzenetét, próbálták megfogalmazni. Én ebben most nem mennék bele. Én azt gondolom, hogy
Amit én magam szempontjából fontosnak ítélek március 48 eseménye kapcsán, az a bizalom. Az a feltétlen bizalom, ami akkor megvolt mindenkiben, megvolt a közszereplők irányában, megvolt az eszme irányában, és tényleg feltétel nélkül tudott mindenki az ügy mögé állni. Én ezt kívánom magunknak, közszereplőknek, hogy ezt a bizalmat vissza tudjuk egyszer szerezni. Az ünnepség végén az önkormányzat, a helyi civil szervezetek és intézmények helyezték el a megemlékezés koszorúit. Március 8-a hivatalosan a nők napja, 1913 volt az az év, amikor Magyarország csatlakozott a nőnapi felhíváshoz, és a Nemzetközi Nőnap első megemlékezéseként az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. Bátaszéken is megünnepelték az önkormányzat kötelékében dolgozó hölgyeket, a kulturális esten fellépett a pécsi Viva Bacchus énekegyüttes. Mióta ünneplik a nőnapot a világban? Várja, mert én tudok olvasni a gondolatokba is. Szeruza azt gondolja, 1917. Szeruza, ez egy nagyon jó válasz. Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák azokat. Richard Wagner gondolatai ihlették az idei nőnapi rendezvényt Bátaszéken. Már több éve, hogy március 8 a nők napja alkalmából megünneplik az önkormányzat kötelékében dolgozó hölgyeket. A kulturális esten fellépett a pécsi Viva Bacchus énekegyüttes, akik a műsoruk összeállítása során szem előtt tartották és előtérbe helyezték a nőket. Nem maradt el a móka és kacagás, és természetesen a sok ismert dal és dallam sem. Főszerepben a bordalok voltak. A bordal alapvetően abszolút férfi műfaj, bár a kulturált borfogyasztásban most már nagyon bekapcsoltak a hölgyek is, de a bordalok azok általában inkább a férfiakra épülnek. Ezt nemzetközi szinten is mondhatom, mert a nemzetközi bordal fesztiválokon is általában férfi karok lépnek fel. A legtöbb nő szerint számukra minden nap nőnap. Otthonaikban igaz nem ünneplik meg külön a nőnapot, viszont a háztartásban levő férfiak éreztetik apróságokkal, hogy fontosak, és sokszor nélkülözhetetlenek számukra. Egy kicsit a város megemlékezik rólunk is, és ez jól esik. Igazán otthon nálunk nincs külön nőnap, nekem minden nap nőnap van. Úgyhogy ez egy ilyen megtiszteltetés, és szeretek részt venni rajta. A város gesztusának minden az önkormányzat kötelékében dolgozó hölgy örvendett, jóleső, pozitív visszacsatolásként élték meg, hogy elismerik ezzel is őket. Nagyon nagy öröm, hogy a munkahelyünkön is számon tartanak minket, nem csak úgy, mint dolgozót, hanem mint nőt. És azt gondolom, hogy azon a területen, ahol én dolgozom, tehát szociális területen, a gondoskodás az a mindennapok része. És azt gondolom, hogy a női személyiségnek is egy nagyon fontos része ez, úgyhogy örülök neki, hogy most van ez a kis ünnep. Egy csuklás és egy jan. Bemutatom. Na, ennyi, figyelj! Ja. Főpróbát csinálunk, egy főpróbát. Figyelj! Jó. Ja. Hát, figyelj! Na, ez lesz a következő. Borosan meg kicsit. Ennyi velük. Beállt a tolat, azt hiszi kimehet a függöny mögé, de nem. Na, elképzelünk ide egy boros üveget, és most megdicsérjük. Figyelj! Segítünk. Hát, kedves boros üvegem, gyere ide, beszélgess velem. A világba bátran kiáltom.
Ez a nap azért különleges, mert jó alkalom a nők áldozatos munkájának elismerésére, illetve lehetőség ez alkalomból a nők iránti tiszteletet és megbecsülést kifejezni. Gyakran a saját munkájukért, a nagyon fontos és áldozatos munkájukért önmaguktól kaphatnak csak köszönetet. Ezért nagy ritkán szükség van arra is, hogy azok is köszönetet mondjanak, akik hát alanyai ezeknek a munkáknak, tehát akik tulajdonképpen elvárják, vagy megkövetelik, vagy elfogadják ezeket a munkákat, amik tőlük jönnek. Ezért én azt gondolom, hogy ez a nőnap ez egy ilyen alkalom, amikor ne csak saját maguknak kelljen megköszönniük, vagy ne csak attól legyenek elégedettek, hogy na, hál' Istennek ezt a munkát befejeztem, hanem ezt kívülálló is vegye észre, és valamiféleképpen mondjon érte köszönetet. A szeretetet és a gondoskodást, mely minden férfi tapasztal élete során, meg kell becsülni. Hosszú évek óta hagyomány, hogy nőnap alkalmából egy rendezvény keretében mondunk köszönetet intézményeinkben dolgozó hölgyeknek, illetve a város hölgytagjainak, mind azért a szeretetért, gondoskodásért, mert a férfi társadalom és a férfiak irányában tanúsítanak az év 365 napján. Igaz, hogy nőnap egy alkalom van egy esztendőben, de azt gondolom, hogy ezen az ünnepnapon kívül azért mi férfiak mindig meleg szívvel gondolunk a hölgyekre. Az ünnepi köszöntés végén a málnás, habos sütemény is nagy sikert aratott a hölgyek körében, akik nem maradtak virág nélkül sem. A jelenlévőknek egy-egy szál tulipánnal kedveskedett a városvezetősége. Messze van őszi topformájától, a Bátaszék labdarúgó csapata az ősz teljesítménye alapján még a bajnoki cím megszerzésére is esélyesnek tartott együttes. Ezen a hétvégén a nem túl acélos játékot elővezető, igenis verhető Majos ellen veszített 2-1-re, így a dobogóról lecsúszva a negyedik helyen várja a folytatást. Kiegyenlített első 10 perc után a 11. percben a Bátaszék megszerezte a vezetést. Egy ártatlannak tűnő középreívelés után Szeller röviden szabadított fel, kertész hátvédekkel rácápoló gyors helyzetfelismerés után egyből ballal a bal felső sarokba emelt 1-0 Bátaszéknek. A 17. percben egyenlített a Majos. Hok jobboldali szögleténél a majosi játékmester Steinbach Máté mintegy 6 méterre a kaputól, szinte senkitől sem zavartatva nyugodtan fejelhetett és élve a lehetőséggel a kiszolgáltatott Klézli mellett fölött a jobb felső sarokba bólintott 1-1. A bekapott gól a bátaszéki védelem kritikája is egyben. Az első félidő befejezése előtt egy perccel újból a bátaszéki kapuba került a labda. Megint nem állt a védelem a helyzet magaslatán. Petrovics egyszerű fölpassza azonnal zicserbe találta a csereként beállt Tamás Balást, a fiatal játékos egyből a bal sarokba passzolt. 2-1 a Majosnak, Klizli kapus csak úgy, mint az első gólnál, itt is abszolút kiszolgáltatott helyzetben volt. Szünet után folytatódott egy ilyen rangadóhoz méltatlan, mondhatni színvonaltalan játék, így az a cirka 200 szurkoló, akik a zárt kapu miatt nem láthatták a két élcsapat mérkőzését, valójában semmit sem vesztettek a kényszerű távollét miatt. A második játékrész egyetlen említésre méltó eseménye a 80. percben történt, amikor a bátaszéki Tóth Balást egy durva szabálytalanság és szövegelés miatt kiállította a játékvezető. Ám a hazai bátaszéki csapat a hátralevő 10 percben nem tudott emberelőnyben sem valamire való gólhelyzetet kialakítani, amiből legalább X-re tudta volna hozni a meccset. Az ősz meglepetés csapata a Bátaszék messze akkori produkciójától, formájától. A teveli pontvesztés és egy verhető Majos elleni vereség után bizony bent ragadtak a rajtnál. Ennek Szűcs Lázár edző szerint kis részben csak az az oka, hogy többen kisebb sérüléssel bajlódva léptek pályára a második fordulóban. Bajnokság megkezdés előtti héten szakosztályülésen elmondtam, hogy a felkészülésünk nem úgy sikerült, ahogy én terveztem, mit értek ez alatt. Játékosok nagy része, és sajnos a meghatározó emberek sérüléssel bajlódtak, nem tudtak úgy edzeni, ahogy egy felkészülésben kellene edzeni. Mondtam, hogy a bajnokság kezdésére meggyógyult, hál' Istennek, mindenki, legtöbbje,
de viszont az erőállapotunkat azt nem lehet egyik percre a másikra megjavítani. Tehát most futunk saját magunk után, jelen pillanatban. Nincs elől dinamika, nincs folyamatosság a Bátaszék játékában. A Tóth Tamás saját magának brusztolta ki a helyzeteket, nem szolgáljuk ki a csatárokat úgy, ahogy ki kellene szolgálni a csatárokat. A gyenge támadójáték következményeként a bajnoki címért folytatott versengésben a Majossal és a második Bonyháddal szemben 6 pontos hátrányba került az ősszel remeklő bátaszéki csapat, és a dobogó harmadik fokán pillanatnyilag a náluk 2 ponttal többet szerző Dombovár áll a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!